Porból csaladgyűjt, azt fel kell venni szemére, és azt mondja, hogy menj el, és mosd le. És ahogy lemossa, úgy visszanyerje a látását. Ez az ember. Mindez nem azért történt, vagy az ő vaksága sem azért történt, mondja az ige által Jézus nekünk, mert ő bűnös lett volna, hanem azért, hogy a többi emberek, azok, akik látják, azok megtapasztalják Isten dicsőségét. Egy csodát tett Jézus, de nem a csodán van a hangsúly, hogy miképpen gyógyult meg, hogy hogyan nyerte vissza a látását, hanem azon, hogy az Isten dicsőségére történt mindez. A mi életünk is így kell Isten dicsőségére történni. Így kell gazdálkodnunk erőnkkel, a földnek, az anyagaival, a ránk bízott javakkal. Így kell gazdálkodjunk és éljünk, helyesen éljünk Isten dicsőségére. Még egy új szövetségi példázat jut eszembe, amikor a gazda talentumokat, mielőtt elutaznak, rábízza a szolgáira. Van, amelyik vigyáz rá, elrejti, senkinek nem mutatja meg, hogy ugyanannyi maradjon, amennyit kapott, és az Isten, a gazda, és azt dicséri meg, aki megsokasítja ezeket a talentumokat. Én azt kívánom, hogy mindannyian sokasítsuk meg azokat a talentumokat, azokat az adományokat, látható anyagi javainkat, vagy pedig szellemi, lelki ajándékait Istennek, hogy minden az ő dicsőségére történhessen. Megköszönöm még egyszer az igényhet és szolgálatát, és én szeretnének megkérni arra, hogy néhány szóban mutatkozz be a családodat is, illetve arról a szolgálatról beszélünk. Örülök annak, hogy itt lehetek ebbe a gyülekezetbe. A férjem mondta, hogy ő már járt itt, ő már szolgált itt önök között. Örülök, hogy én is kaptam erre lehetőséget. Ismerkedjük a környékbeli falvakkal, hogyha nem is olyan közelről, de nem is olyan messziről érkeztünk Mezőbajról. Ott lakunk, ahogy már a tiszteletes úr mondta. A férjem már 2 éve ott szolgál. Én meg Anton vagyok, helyettes lelki pásztor, és hétvégeken járunk ki abba a gyülekezetbe. Ha meghatározást kell adjak, akkor az egy kicsit több részű, mert amellett, hogy szolgálok, még gyesen is vagyok, mert a kisfiú Tamás 1 éves, 4 hónapos. Köszönjük szépen. És még emellett harmadik funkció, még a mindig tanuló diák, hiszen a nagypapi vizsga még előttem van most júliusban, úgyhogy ha az Isten segít, akkor még az a nagy megmérettetés is előttem van. Ez a teológiának a legvégső záró vizsgája. Szolgálatunkról az az igazság, hogy megosztva végezzük a férjemmel, inkább én foglalkozom a gyerekekkel, fiatalokkal, ő foglalkozik inkább az építkezéssel és egyéb adminisztratív dolgokkal. Mi tehetjük, hogy megosztjuk a munkát, és mindenki azt végezheti, amit akar. Na de az ige hirdetési szolgálatokat is megosztjuk. Igyekszünk annak a falunak, annak a közösségnek a lelki javára szolgálni, ahova Isten helyezett. Reméljük, hogy az ige mag nem hull kemény földbe, hanem meghozza a gyümölcsét, és talán még mi is meglátunk belőle valamit. Kívánom Isten áldását erre a gyülekezetre és a itt folyó lelki munkára, gazdagodjon a hétvének, hallgassák, olvassák az igét, és kövessék Jézus Krisztus, mert az a áldás. Köszönjük szépen! Kórus ismét akarom előadni valamit. Hát, ha jobban sikerül előmúlt.